Na meg is vagyunk a bányászattal, srácok, mehetünk is szerintem a következő bányába. Azért jó sokat bányáztunk, azért bőven leértünk az aljára. Na, mennyi cuccot is szereztünk, bőven meg vagyunk cuccokkal. Nagyon királykos, szerintem mehetünk is a következő helyünkre. Jajaj, majdnem elhagytam a csóró csillémet. Na, nézzük is meg akkor, hogy mi is lesz, vagy mi is vár ránk a következő bányában. Már az, azt mondom, hogy már el is kezdtem valamerre, ott van, igen, azt mondom, ott a hegybe. El is kezdtem szépen kialakítani. Na, ez ki? Entity? Mi az? Hova megyünk? De mi? Én nekem nem ez a bányám van. Én nem majdnem ide akartam menni. Ez így mi volt? De ez így nem vicces, visszamegyek, én kimegyek innen. Srácok, fussunk ki innen, ez mi volt? Én nekem nem ebbe a bányába kellett volna jönnöm, nekem ott volt már egy bánya. Elrendezve, jó, szaladjunk ki innen inkább, minél gyorsabban. Valaki belém villámozott, jól láttam? Mindegy, nem érdekel, szaladjunk tovább, gyorsan fussunk ki innen. Ott van Entity, ne, befalazott minket. Ne már, haló, hello, szia, figyelj már, nem lehetne, hogy innen nem jutsz ki? Tényleg nem jutok ki? Tényleg nem jutok ki? Tényleg nem jutok ki? Valóban? Na mi az? Ne! Jó, így már nem fogok kijutni. Jó, oké. Mindegy, akkor nézzük meg, hogy mi vár ránk ebben a bányában, vagy mit kéne csinálni amúgy. Nem azért mondom, de tele van mindenféle gyémántal, meg ilyenekkel. Ezeket én kibányászom. Hát hagyjuk már. Tök jó. Köszi szépen, hogy idehoztál. Itt legalább van egy csomó érsz. Nagyon kedves vagy. Na jó van, viccet félretéve, hogyha már itt van Entity, akkor szerintem itt lenne az idői craftunk egy gyémánt szettet a nehezen megszerzett gyémántjainkból. Na, csináljunk akkor egy gyémánt kardot, meg csináljunk egy gyémánt szett, ja, gyémánt szett, tudjátok, hogy mi kell egy gyémánt szethez. Gyors szépen lecraftoljuk, és akkor megnézzük, hogy mit kéne nekünk itt csinálni. Nem tudom, hogy miért zárt le mondjuk engem ebbe a bányába. Mondjuk jól tudjuk, hogy Entity meg társai nem éppen a legbarátságosabb, de jó, 2 dia sapkát csináltam. Jó, nem probléma. Tehát ők nem a legbarátságosabb személyek közé tartoznak. Na mindegy. Itt egy ilyen nagy fal, és ó, de nem lehet tovább menni. Értem, jó. Mászunk akkor fel, nézzük meg, hogy mit is kéne nekem itt csinálnom. Gondolom akadályokat kéne kivinnem, mint amit általában rám szoktak erőltetni az ilyen nagyon kedves szörnyek, vagyis hát nem is szörnyek, inkább karakterek, úgy mondom. De hát amennyire gonoszak, én szörnek is nevezném őket. Istenem, mennyi dolgon kell itt végigmenni, hát nagyon nagyszerű. Oké, itt tovább tudtunk menni. Jó. Ez lávás feladatnak tűnik, amivel vettem be ópiamát, ezért nem fog nagyon sebezni a láva, szóval szerencsére itt egy kicsit gyorsabban tovább tudunk közlekedni, és sem kell itt azért annyit szerencsétlenkedni. Mennyi van még amúgy ott hátra? Amúgy annyira nincsen sok ahhoz képest, és ott egy chest. Ott egy chest, oké, ez biztos, hogy az valami nyom, vagy hát valamihez biztos, hogy fog kelleni, ami ugye abban van. Jó, mindegy, ezen gyorsan fussunk végig, ami rengeteg gyémánt van itt össze-vissza, meg mindenféle érc. Legszívesebben most nekiállnék és mindet kibányásznám, de igazából ki akarok innen jutni, és akarok menni szépen normálisan tovább bányászni. Ajaj, ez mobokat spawnolt ide, ez soha nem jó jel, és az összes mob... Ne! Skeletonok, ne! Miért? Nem már? De... Jó, nem baj, ezeket meg kell ölni. Jó, neki kell támadni, srácok, a moboknak, mert rengeteg van. Ó, Istenem, ez így, és ez így nagyon nem lesz jó. Legalább a skeletonokat meg kéne valahogy ölni. Ó, mindegy, ajaj, megütöttem egy malacembert, na mindegy, bocsi. Jó, a skeletonoknak nagyjából szerintem már kezd annyi lenni. Oké, királyság, meg a boszorkányok is nagyon idegestőek. Ja, Istenem, mennyi mob van itt? Rengeteg! Menjünk innen fel! Jussunk ki valahogy, de a skeletonokat muszáj lesz. Jó, csak a skeletonokat öljük meg. Jó, oké, még egynek vége van. Jó, még egynek vége van. Jó, és ennek is vége lesz. Még arra vannak, nem már, most megtámadnak a malac emberek. Jó, oké, megvan, király. Jaj, jó, most már akkor öljünk meg minden magot. Most már akkor belemegyek, akkor minden magot meg kell ölnünk végre, legalábbis, ja, akkor legalább nem lesz többet izé. Hogyha le is esnék, akkor legalább nem fog nagyon nekem támadni. Jó, oké, királyság, jó, ennyi most így elég lesz, a boszorkányok úgyse fognak tudni odáig feldobni semmit. És jaj, de jó, lassúság, mindjárt letelik. Na várjatok, folytatjuk a jumpot. Jó, oké. Jó, ha ezt nem így kell, jó, visszaadjunk, csak nehogy rám dobjanak. De jó, dob rám a mérgedet, köszönöm szépen. Jó, oké, ezt már megvárjuk, hogy leteljen. Oké, nagyon király. És itt azt hiszem úgy van, hogy
Istenem, ezt hogy kell végigvinni? Srácok, ezt hogy kell végigvinni amúgy? Nem az, csak bele kell sétálni? Lehet, hogy csak... De jó. Aha, aha, oké, 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 igen, csak bele kell sétálni. Oké, rájöttem, nem gond, de amúgy annyira bírom ezt a pókhálót. Miért kellett ide rakni egy ilyen pókhálót? Ez csak húzza az idegzetemet, jó? Nem baj, már itt csak 4 ópia alánk van, kezd fogyóba lenni, de hát... Ez van, ki kell valahogy bírni, jó? Jó, mindjárt kijutunk belőle, nagyon jó, csak könyörgöm, többet ne essünk le, mert nem... Ne. Jó, menjél, miért tart ilyen hosszú ideig egy méreg? Amúgy eltűntek a mobok. Jó, ez egy kicsikét pozitívum. Aha, ezeket lebírom csukni. Oké, királyság. Jó, oké, ez amúgy ötletes dolog. Jó, és azt a chestet ott vajon ki fogom tudni nyitni vajon? Jó, megvan. Ó, megvan, oké, megvan a kulcs. Hú, és itt lesz benn... Aha, ott van Entity. Jó. Óvatosnak kéne lenni. Lerakjuk a kulcsot. Remélem, hogy nem fog esetleg... észrevenni, oké, nem nagyon vett észre. Ajaj, ez ki? Csubakka, lol. Érdekes név egy kutyán, ajaj, észrevett minket. Cseszbe valami? Nincs, jó, gyors, kutassuk át az egészet. Hé, mi az? Te zártál engem ide be? Még te hézel? Még te kezdesz itt hézni? Hát te zártál engem ide be? Ne izéljél, na várjál, jó, kell nekem az íj. Legább ezzel tudom majd őt lőni. De az én birodalmamba nem jöhetsz be. Mi az, hogy nem jöhetek be? Te zártál még mindig ide be engem. Még mindig te zártál be engem ide, szóval ne izéljél, hogy én mit izélsz? Jó, meg tudtam amúgy lőni. Szegény Csubakka itt végke. Mi ez? Ennek mi értelme van? Van szerinted olyan ember, aki ezt be fogja venni ezt a csapdát? Nagyon buta vagy, jó? Kedves Entit... kutyus? Figyelj, nem akarok... Kutyus? Figyelj, én nem szeretek állatokat bántani. Nem már. Nem már, szegény kutya. Igen, te már be is vetted, ha... Nem már! Ne, kutyus, figyelj, nem akarlak bántani. Jó, nyugi. Úgy van, szépen nyugi. Na, Entity! De... Hányszor sétálok bele ebbe a csapdába? Na, Entity! Igen, látom. Na, azonnal add meg magadat! Ide figyelj, én figyeljek ide? Szét foglak lövöldözni téged íjjal. Te figyelj! Na, nem már. Én nem adom meg magam. Értem. Jó, mindegy, kiveszem innen a nyilakat, mert zavar, hogy mindig belemegyek. Oké, én nem várom hogy el, hogy megad magadat. Annyit mondj el, meg fogok küzdeni, hallandó. Ide figyelj, ide... De kezdelegem lenni ebből a kutyából, nagyon kezdelegem lenni ebből a kutyából. Rád dobok egy mérget, tessék! A kutyádat meg ültesd le, vagy... Most komoly? Megölted a saját kutyádat? Hogy lehetsz ennyire gonosz? Jó, ezért most megöljük. Meg fogunk ölni, várjál, rád dobok még egy mérget. Csá, ő csak egy rossz szolga. Mi az, hogy rossz szolga? Ő is egy kutyuska volt. A kutyákat nem bántjuk. Na, aha, lövöldöz, csak nyugodtan, lövöldöz. Na mi az, látod, kivédem a tűzgolyókat is. Ennyit érnek a tűzgolyók. Viszont tudtam lökni. Felgyulladt a bázisod, na mi az, ég az egész termed. Ennyit ér a nagy termed. Na mi az, ne, dehogy nem. Jó, oké, üssük szépen szét, srácok. Megtámadott minket és bezárt minket a bányájába. Itt kezdődnek a gonoszok, tehát hogy Miért kell? Én csak tök normálisan akartam kezdeni bányászni. Ír valamit. Megfizet Zani. Te fizetsz meg! Itt a véged. Te neked van véged. Te engem nem tudsz legyőzni. Bezártál engem ebbe a bányába, miközben én nem is akartam végig ide jönni. Te zártál engem ide be. És... Istenem. Most ez komoly? Jó. Játszhatjuk ezt felőlem. Nekem így is jó. Oké. Legyen. Így van. Íjazzuk szépen. Na. Azért mondom, látod? Nem bírsz még íjazni se. Szépen küzdjél meg ellenem normálisan, vagy add fel. Add fel inkább, jó? Tudod mit? Én megadom az esélyt neked. Add fel. Dobd el a cuccodat, és ajaj, utolsó ópiaalma. Ez nagyon-nagyon közel lesz, srácok. Soha. Aha, nagyon elhitted. Utolsó ópiaalmám volt, szóval, hogyha most ez lejár, akkor nekem el kell futnom. Aja, jó, oké. Hát akkor nem jár le, és inkább megölöm. Hát, Entity, nem azért mondom, de béna vagy. Nagyon béna vagy. Ennyit értél? Megfizettél a Csubakkáért, meg mindenért. Igazából nem akarom felgyújtani ezt a helyet, mert amúgy egészen király jól néz ki. És ez lesz itt a kiárat? Aha, oké, itt van a kiárat. Akkor legalább ki is tudunk végre szabadulni. Hát srácok, én nem akartam bántani úgymond Entityt. Nem én kezdtem most se a izét, a PvP-zgetést, meg ilyeneket. Merre van a bánya amúgy, ahova menni akartam? Na várjatok, tehát nem én kezdtem most se a PvP-zgetést, hanem ő jött nekem úgy, ahogy van, szóval nem is értem, hogy most ő mit várt. Merre van arra?
Nem tudom, most fúrá vagyok tévedve, na mindegy. Hát srácok, hogyha tetszett ez a videó, akkor csapostok egy lájkot. Megpróbálom majd megkeresni igazából a videón kívül a bányát, most nem akarom nektek ezzel húzni az időt. Szóval, hogyha tetszett a videó, akkor csapostok egy lájkot és iratkoztok fel a csatornámra. Tudjátok, hogy 3 darab csatornám van, mindegyiknek amúgy ott van a leírásban a linkje. Szóval ja, találkozunk a következő videóban, és még egyszer köszépen, hogy itt voltatok, és legyen további szép napotok meg minden. Sziasztok!